A most következő riportban dr. Sós Pétert, a helyi választási bizottság elnökét hallhatják, akit a közelgő önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóiról kérdeztünk. Arra kérem elnök urat, hogy először egy rövid tájékoztatást adjon arról, hogy a helyi választási bizottság hogyan működik. Kik a tagjai, mik a legfontosabb feladatok, esetleg ezekben a napokban? Tisztelettel köszöntöm a Fönix Televízió nézőit, és az első kérdés szerint van válaszom, hogy választott tagjai vannak, talán az előző adásban is látható volt. A 27-én történt megválasztásunk. Sajnos részlegesen, mert ugye van, aki nem ért rá. Három választott tagja van, két póttagja, és nyilván a pártok delegáltjai, akik, és meg kell jegyezzem, hogy nagyon aktívan működnek közre. Utolsó pár napban pláne. A pár delegáltak száma végleges már, tehát hány főre bővült ki végül a bizottság? Jó a kérdés, erre viszont azt tudom mondani, hogy nyilván ahány párt, annyiféle delegált. Egy személy az MSZP DK küldöttje volt kénytelen egyéb elfoglaltsága miatt visszahívását kérni, és helyette más személy delegálnak, tehát minden párt küldöttje aktívan részt vesz a üléseinkkel. Én úgy gondolom, hogy az önök legfontosabb feladata az utóbbi napokban az volt, hogy a benyújtott ajánló szelvényeket, ajánlásokat elbírálják. Hogyan zajlott ez a munka? Hogyan dolgozott a bizottság? A helyi választási irodának a dolgozói segítségével, akik közül nyilván a legfiatalabb dolgozó kapta most a legmagasabb szintű feladatot. Nagyon alaposan és felkészülten igyekszik ellátni feladatát. Fogja, veszi a telefont, és szól, hogy időben mikor kéne összeülnünk, és az érkezett ajánlások sorrendjének és nagyságrendjének ismeretében hívja össze a bizottságot. Általában déli utáni időszakra tudunk összeülni a kollégák elfoglaltsága miatt, de sajnos tegnap este fél 9-es időpont sem volt úgymond elkerülhető. Ha már itt tartok, elmondom, hogy központilag kellett küldeni a kompenzációs lista alapjából szolgáló ajánlóíveket, mégpedig az önkormányzati kisebbségi önkormányzatok tekintetében. És hát sajnos a központ a feldolgozottság hiányára hivatkozva elég késő jelentkezett le. Így aztán 8:30-kor sorsoltunk ebben a kérdésben. Azt köztudott, legalábbis a érdeklődők tudhatják, hogy szeptember 8-áig kellett az ajánlásokat benyújtani mindenféle jelölteknek. Befejeződött-e már ez a munka? Lezárt-e már a polgármester jelöltek, illetve a képviselő jelöltek listája? Természetesen ez törvényi határidő, mégpedig itt órákra lebontva az egyéni jelölteket szeptember 8-án 16 óráig, a listás jelölteket, listákat pedig szeptember 9-én 16 óráig kellett. Emiatt kellett délután 16:30-kor összeülnünk, és annak sikertelensége miatt hozódott a döntésünk 8:30-re esti órájára. Arra kérem elnök urat, hogy akkor hivatalosan tekintsük ezt egy hivatalos tájékoztatónak. Igen. Kérem szépen, hogy olvassa föl akkor Tiszafüred polgármester jelöltjeinek listáját, illetve a 8 választókerületben jelölt, hivatalos jelölteknek a névsorát. Szerencsére a technika segítségünkre van, úgyhogy már mindenki ismerheti a választás.hu oldalon ezeket, de hogyha ezt a számból kell, hogy elhangzódik, azért nagyon szívesen teszek neki eleget. Tisztelettel tájékoztatom a nézőket, hogy a polgármester jelöltek sorrendje, pedig a sorsolások után Újvári Imre, Veres Tibor, Pintér Erika, dr. Benedek Katalin. Ezek szerint akkor nem ABC sorrendben, hanem a szerencse állította össze a sorrendet. A törvény előírása szerint borítékos formában kellett mindegyik bizottsági tagunk megtekintette a felírt neveket, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a kezébe adja mindenkinek a borítékot, és húzza ki, aki éppen a
sorra került, és így állt össze a kép. Tehát így kerülnek föl jelölteink a szavazólistára. Nézzük akkor a választókerületi jelölteket. Nem olyan hosszú a lista egyébként. Hát igen. Az egyes kerületi jelöltek Víg Zoltán, Veres Tibor, Szűcs János, Bíró Mihály. Az egyes választókerület, ha jól tudom, ez a Tisza-Örvényi körzet. Igen, a kettesben Zsólyomi Zoltáné, Pece Lászlóné, Földvári Péter és Dr. Kandra Károly. A hármas választókerületben elég jelentős létszámban vannak jelöltek, mégpedig hatan, Lovász Imre, Spisák György, Jecó István, Rimóci Béla, Zsoldi Imre és Ruskó László. A hármas kerületben, illetve a négyesben Lengyel Dávid, Bencik Cilvia és Újvári Imre. Az ötösben Dr. Hegyi György, Richter Csaba, Hatvani Gyula Márk és Mercs Norbert, tehát ott négy induló van. A hatos körzetben szintén négyen Vargáné Balog Irén, Tóth Imre, Telószki Krisztián József és Olá Anna Mária. A hetes körzetben Virág Tibor, Hatta József, Katona György, Tóth Réka és Sári István. A nyolcas választókerületben Sturc Márton, Molnár Györné, Korpás János és Pár Zsuzsanna. Bizonyára tudják a visszafüredi hallgatók és nézők egyaránt, hogy a tavasz folyamán volt egy választókerületi sűrítés, hogy úgy mondjam, ez ellen május 31-ig lehetett volna bármilyen fellendezést, esetleg kifogást bejelenteni. Nem tudom, hogy mondjam, hál' Istennek, vagy sajnos erre válasz nem érkezett. Vannak morgolódások, hogy én miért oda tartozom, más miért oda. Jelen pillanatban az elfogadottnak kell tekinteni, hiszen ez ellen kifogás nem érkezett. Még el kell mondjam a nemzetiségi egyéni jelöltek sorrendjét is. Ott jelentős a létszám. Puporka Viktória, Farkas Árpád, Seres Natasa, Puporka Zsoltné, Burai Sándor Károly, Puporka Rihárné, Puporka Zsolt és Dobozi László. Ugyanakkor, de nem utolsó sorban, a települési kompenzációs lista sorsolt sorrendje, ezt tartott tegnap 8:30, a választási éveken MSZP DK van az első helyen, a Jobbik a második helyen, a Fidesz-KDNP pedig a harmadik helyen. Ez nem érdem szerinti lista, hanem így sorsolta a gép. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és valószínű találkozunk még választáson. És köszönöm szépen a megkeresést, viszontlátásra.